Sziasztok, Debreceni Gábor vagyok. Ma a Vádli szomorú igazságáról fogunk beszélni. Alapvetően háromféle vádli gyakorlatot ismerünk, álló, ülő és a szamár vádli gyakorlatot. A különbség abban rejlik, hogy álló vádli gyakorlatnál ugye a lábunk egyenesen van, ülő vádlinál hajlított a láb, szamár vádlinál pedig ugye a derekunk hajlított, és úgy végezzük a vádli gyakorlatot. Azt azért tudni kell, hogy a vádli a közhiedelemmel ellentétben nem akkor fejlődik a legjobban, amikor nagy súllyal edzük, hanem a magas ismétlés számra reagál a legjobban. Ez az a stimulus, ami a vádlinak kell ahhoz, hogy alapvetően nőjön. Kivéve mondjuk az olyanoknak, mint én, akik meg vagyunk áldva egy olyan genetikai adottsága, hogy a vádlim akkor is nő, ha csak rá gondolok. Nyilván egy nagyon jó és látványos vádli kialakítása az nem elég, az a heti egy vádlizás, amit legtöbben a combedzés végén beszúrnak, mondjuk egy vagy maximum két gyakorlatként, hanem azért ezt többször kell edzeni, és igen magas ismétlés számmal, úgyhogy gyakorlatilag, mint ahogy Muhammad Ali mondta, hogy akkor kezdi a hasazást számolni, amikor már annyira fáj, hogy elviselhetetlen. Vádlinál is alkalmazhatjátok nyugodtan ezt a módszert. Mikor melyik gépet alkalmazzuk, gyakorlatilag mindegy. Az a lényeg, hogy gyötörjük a vádlinkat. Hogyha például nem szeretitek az álló vádlit csinálni, hanem jobban szeretitek az ülő vádlit, akkor kezdjetek az álló vádlival, és a végén pedig akkor egy örömteli ülő vádli gyakorlattal tudjátok zárni az edzést, és mondjuk tudtok olyat csinálni, hogy az egyik edzés napon az álló és az ülő vádlit csináljátok, a következőnél pedig mondjuk a szamár vádlit és az álló vádlit. Célszerű az edzés elejére berakni a vádli edzését, egyrészt azért, mert így biztos nem marad el, másrészt itt még azért ugye intenzívebben tudtok edzeni, meg egy olyan gyakorlati előnye is van, hogy én például rendesen érzem a vádlimat mondjuk egy combhajlító gyakorlatnál, és hogyha a vádlimat először leterhelem és utána végzem a combhajlító gyakorlatokat, akkor teljesen ki tudom kapcsolni a vádlimat. Mindezek az edzés módszerek azok, amik ugye nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy fejlett legyen a vádlia az embernek, viszont van még egy kulcsszó, ez a genetika. Én most nagyon szerencsés helyzetben vagyok ebből a szempontból, ugyanis a vádlim az gyakorlatilag a gondolataim hatására is tud nőni. Nyilván nem hanyagolom el azért a vádli edzést, de én az a heti egy edzéssel meg vagyok, viszont hogyha nem fejlett a vádlid, azért fektess bele nagyobb energiát, mint én. Nyilván ez nem volt olyan nagy titok, amit gondolom már hallottatok, ugye, hogy a genetika mennyire meghatározó, viszont ne keseredjetek el, hogy ha genetikailag nem olyan fejlett a váditok, azért kitartó és intenzív munkával igenis lehet sarkalni a növekedésre. Szóval ez a genetikai ilyen dolog, de ne adjuk fel a küzdelmet. Ha nem fejlett az egyik izomcsoportunk, akkor igenis bele kell fetszelni az energiát, mint például amennyire jó a vádlim, a karom annyira. Itt most sípolnék legszívesebben, de nem adom föl, küzdök, edzésmódszereket változtatok, mindenféle irányból támadom a karomat. A genetikám ilyen, én küzdök ellene, ameddig csak tudok. Egy érdekes kis történet a vádlival kapcsolatban. Egy olasz versenyemen, egy Vabba VB-n történt, hogy a zsűri nem tudott dönteni, hogy ki lesz az első, ki a második, és ketten voltunk versenyben egy sráccal, és a összevetések során a 6 kötelező póz mellé mondták, hogy még egy póz szeretnének kérni, kérték, hogy forduljunk háttal a zsűrinek és mutassuk meg a vádlinkat. Így én nyertem meg a VB-t, és nyilván mondták, hogy a teljes esztétikus testhez hozzátartozik a jól kidolgozott vádli is.